több mint 500 milliárd forint forrás került hozzánk tiopos forrásból, és több mint 40 milliárd forint került hozzánk EOPOS forrásból, ami azt jelenti, hogy lezárultak a beruházások. Ugyanakkor ennek kapcsán az a kérdés, hogyan lesz majd finanszírozva az újonnan elkészült részekben az újonnan telepített műszerek. Most arról kell beszámoljak, hogy a tavalyi évben ugye kétszer tudott ülésezni a TBB, az a Többletkapacitás Befogadási Bizottság, és amit ott elfogadtak pozitívan, ahhoz most tudtunk oda rendelni forrásokat, ami azt jelenti, hogy minden pozitívan elbírált kérelem, az most megkapja majd a forrásait ebben az évben. Ez kettő ütemben fog történni, egy része már április 1-től tud indulni, a másik része pedig valószínűleg májustól vagy júniustól fog elindulni. Hogy ez miért így történik, hadd mondjak egy-két technikai háttérinformációt. Ugye ebben az évben a költségvetésünkben 5 milliárd forint állt rendelkezésre ilyenfajta ügyek kezelésére, azonban az igény az több volt, ezért a céltartalék terhére fogunk 2 milliárd forintot átcsoportosítani. Tehát amik már megjelentek, és az honlapján múlt hét óta megtalálhatóak az 5 milliárd forintból fog történni, és kezdeményeztük a kormánynál, hogy csoportosítsunk át a céltartalékról az intézményekhez újabb 2 milliárd forintot. Hogy mikről van szó, csak néhány példa, PET-CT-kről, MRI-ről, hagyományos CT-kről van szó elsősorban, és szeretnék visszautalni arra, hogy az onkológiában ugye azt vállaltuk, hogy 14 napon belül mindenkinél el kell végezni az összes képalkotó eljárást. Azért, hogy ez zökkörülmentesebben történhessen, azért is volt szükség ezekre az eljárásokra.